Szombaton az alapszakasz utolsó fordulójában a bajnoki címvédő Szombathelyen játszottak a fehérvári kosarasok, és maga biztosan 93-80-ra nyertek. Hazai pályán veretlen maradt az Alba, és mivel második helyen végzett, a rájátszásban a hetedik Sopronnal találkozik majd a negyeddöntőben. Ha továbbjut az Alba, az elődöntőben is nála lesz a pálya előny a Szolnok-Pécs párharc továbbjutója ellen, de előbb a Sopronon kell túljutni. Egy nagyon jó társaság jött össze már szezon eleje óta, és tényleg nagyon jó volt az egész szezon során a csapat. Ennek köszönhetően elő is végeztünk a tabellán. Ugye tényleg a Sopront kaptuk, azt gondolom, hogy a Sopront ugye oda-vissza meg tudtuk verni az alapszakasz folyamán, de ez nem jelent semmit. Ugye a playoffba tényleg mindenki oda teszi magát, és bármi megtörténhet. Mindenképpen szeretnénk minél hamarabb letudni azt a párharcot, és az elődöntőbe kerülni. Előtte azonban egy kis jótékonykodásra is jutott idő, az Arkonika Alba Fehérvár csapata húsvét után ugyanis a Szent György kórház gyermekosztályára látogatott, hogy átadják azt az 1000 csoki tojást, amit az elmúlt két mérkőzésen gyűjtött a klub a szurkolókkal közösen. Ezen úton is szeretném megköszönni minden olyan felajánlónak, aki részt vett ebbe és hozott a két mérkőzésre kinder csokit, kinder tojást, mert látjuk itt a gyerekek arcán, hogy bár itt kell lenniük, de azért ez nagy örömet okozott nekik, hogy most kaptak egy kis meglepetést, egy kis kinder tojást, és szeretnénk, amikor tudunk a későbbiekben is és a jövőben is segíteni azokon a gyerekeken, azokon a rászorulókon, akik ezt igénylik, és tudunk ebben mi is segíteni. Az osztályon betegeskedő gyerekek és a dolgozók nagy örömmel fogadták a húsvéti nyúl nagyra nőtt segítőit, akik ebben a hónapban már másodszor látogattak el a kórházba egy jótékonysági akció keretében. Nincs egy hónapja, hogy a nőnap alkalmából szimbolikusan egy csokor virágot adtak át egy osztály képviselőjének, és most nagy örömünkre szolgál, hogy a kisgyermekeknek a húsvét alkalmából kinder tojással kedveskedtek. A csoki tojásokból nem csak a gyerekosztályon betegeskedők, hanem a kórház egyéb osztályain gyógyuló gyerekek is részesültek.